Sziasztok! Na nézzetek szét, lassan kész van a kapálás. Megkapáltam a tengerit, és megint el fogok ismételni egy olyan dolgot, amely a geológiához tartozik. Figyeljétek! De bocsánat, elsőnek megint bekenem magamat ezzel a gyógyszerrel, amely sokat segít abban, hogy a szúnyogok ne csípkedjenek, mert már előjöttek, és elkezdtek zavarni engemet kapálás közben. Így jó, bekenjük magunkat megint, és folytatjuk a kapálást. A kapálás az egy természetes folyamat, az egy mesterséges folyamat, amelynek során fellazítjuk a földet, és ez abban segít, hogy a táptalaj jobban bejut a növény gyökeréhez. Ez biztos, hogy itt rengeteg mezőgazdász lakik ezen a településen, és ha nem jól mondtam el, amit mondtam, akkor elvárom tőlük, hogy kijavítsanak. Na, már lassan befejezem a kapálást, és tulajdonképpen ennek a műveletnek a természetes formáját a geológiában nem említették meg, mert ez a folyamat a mechanikus természeti folyamat, amelynek során a föld felszíni kőzetek feltöredeznek, és ilyenkor van három jelenség, az egyik a tektonikus feltöredettség, akkor van a vulkanikus feltöredettség, és van az elcsúszásos feltöredettség. Na, nézzék tovább, így megy a kapálás, fellazítom, és nem azért lazítom fel, hogy most éppen az előbbiek során elmondott dolgok miatt csinálom, hanem azért, mert mindjárt fogok használni természetes etetést a növényeknek, hogy hadd nőjenek gyorsabban. Íme, itt van a locsoló, és itt van egy természetes anyag, amit ha majd beleteszünk a vízbe és meglocsoljuk a növényeket, sokkal gyorsabban fognak nőni, és ezért nem kerül sokba, főleg az embereknek van állata, vagy másfajta módszert is igénybe vesznek. Na figyeljétek ide, már a lényeg az, hogy látjátok, hogy megy a kapálás. És mindjárt kész van, meglazítottam, és utána következik a növény meglocsolása. Elmegyek ide. Itt van a víz. Íme beletöltöttem vízzel, és ebből a természetes anyagból, amiről beszéltem, ebből kb. Egy decinyit töltök a vízbe. Így, és elkezdem vele meglocsolni a fellazított talajt a tengerinek a gyökerénél. Most ezt a természetes anyagnak a keletkezését nem mondom el, de ajánlom nektek, hogy kövessétek a Geo Intuition csatornát, és akkor meg fogjátok látni, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. És nagyon nagy hasznára fog válni sok kerti munkát végző embernek, és nem fog nagy pénzbe kerülni. Na, íme, így szépen locsolom, és majd lesz egy olyan nap, hogy megmutatom nektek, hogy milyen jól nőnek ezek a növények. Olé! Látjátok? Így szépen meg kell locsolni. Végig fogom locsolni az egész tengeri gyökerét. És utána, ha elfogyott, megint töltök beléje.
Köszönöm szépen a megtekintést! Sziasztok!